mentem föl, mert ugye sok probléma volt, mert sokat lehetek, és már nem ebédelni, se is sírva járt haza hetekig, már otthon se elvett a gyerek. Ráadásul az enyém hitel, aki idegileg azért egy nem stabil gyerek. Hány éves a gyerek? Felnéztek mondják, hogy érez a szülke kisztanyak, itt minden nap megvernek. És akkor hogy engedjem nyugodt szívvel, de hogy már sírva mentem az iskolába, mert ugye sírva jön haza, nem mer menni iskolába, elszökik az iskolába, mert megverik. És kik szokták megverni, osztálytársai? Van osztálytársa is, aki 15 éves fiú ráadásul. 8-osok ruhát kérnek tőle, balszülőt, karkötőt, és akkor ott fogom ezeket elviszi azért, hogy ne verjék meg. Hát mondom, hogy ők minden nap pedig ráadásul felnőttek is tudják, mert ők mondják nekem. Kabátot, két táskát, mindent ellopnak tőle, felsőket leszedik róla, volt olyan, hogy azt mondták, hogy vagy odaadja ruháját, hogy tudsz jól jön haza. És mit csinálnak az igazgató, vagy a tanárok? Mit tudnak csinálni? Az igazgató, tehát ott annyira, már nem tudok elmondani, annyira bamba. Én voltam nála, akkor azt mondja, nem foglalkozik vele, menjek az osztályfőnökhöz. És az osztályfőnök mit mondott rá? Hát az osztályfőnöke szép problémákkal, ugye kárpénzem van, így mentem az igazgató helyettbe, és azt mondta beszélve, ugyanúgy folytassák, mint eddig. De én mondom, hogy ahogy elkezdte az ötödiket, én szinte hetente feljárok. Mert volt olyan éjszakási hitem, mint nem aztán voltam az iskolába. Mondjuk úgy tett nekem az igazgató helyettes hölgy, mert legalábbis azt mondja, hogy ilyen gyerekekkel foglalkozó, hogy ötödikes és védje meg magát. De most egy ötödikes kristályt öten körül állnak, azt ütik, verik, én nem tudom, hogy védje meg magát. És mit tudnak csinálni? Kiveszik az iskolából? Vagy mi lesz? A Bocskai iskolába jár ő is, ugye? Igen, a Bocskai iskolába. Hát nem tudom, én próbálkozok mindennel. Uh-huh. Hát nem igazán égjenek semmit se. Uh-huh. Sőt, olyan is van, hogy ide a felsős cigányok, nem mondhatom, mert most már tényleg mérges vagyok. Elviszik a kislány, meg több kis magyar gyerekek, és kimálják, és oda kell adni, amit lopnak. És akkor én ezzel most mit csináljak, ha a gyerek fél is megy? És egyébként hallott arról, hogy mással is előfordult ilyesmi? Persze, hát persze. És esetleg látszik a gyereknek a testén is az, hogy megütötték, vagy ilyenek? Tehát így nagyon látványosan megverik, vagy csak úgy annyira, hogy azért megijesszik? Hát inkább, hogy megijesszik, mert megtépik a haját, vagy a ruhát leszedik volna, vagy leöntik tintával a haját, és abszolút nem akar menni iskolába, és könnyedek, hogy irassam máshova. És át tudják iratni másik iskolában? Más iskolában nincs? Hát, hogy nálunk az, hogy nem veszi át, mert sinán túliak vagyunk, azokat nem veheti át az iskola. És itt van ebben az iskolában csak ilyen probléma, vagy esetleg a másik iskolában, a Földiben is? Hát én a Földiben nem hallottam még ilyeneket. Értem, értem. Többi szülővel esetleg beszélt már erről? Én már próbáltam, persze, én már voltam a családsegítőtök közül, igen, tényleg megjártam mindent. És mit tanácsolnak? Vagy mit mond a többi szülő? Ők is tapasztalják ezt? Hát próbálnak odafigyelni, de hát... Nem sok sikerre, de